Egy fantasztikus receptet küldött be nekem Eszter a szakáskönyvbe, amit még a déd nagymamájától kapott. Szia Eszter! Szia Anita! Üdvözöllek, és ezért meghívtam, hogy készítsük el együtt ezt a receptet most. Milyen receptet hoztál, avasd be a nézőket is? Egy bögrés sütit receptet hoztam. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi recept, és hát nem tudom, még nagymamámé volt, hát déd nagymamámé, És azt mondtad, hogy könnyű elkészíteni, nem nagyon lehet elrontani, már sokszor csináltad, nem? Igen, igen. Például nemrég a osztálytársainak sütötte meg ezt el. Igen. Muffin formában, meg nagyon sokszor sütjük torta formában, vagy tepsiben, és igazából ez nem egy olyan nagyon kényes tészta, úgyhogy bármiben meg lehet sütni. Viszont nagyon-nagyon finom. Ugye egyszer már megsütöttem a szakáskönyvbe, a szakáskönyv egyébként már megjelent. Nézzétek meg, ide kattintva a webshopomban megtaláljátok, és pont arról szól, hogy az különböző variációkat bele lehet vinni a receptkönyvbe, sőt, bele kell írni, bele kell jegyzetelni, hogy kinek hogyan ízlett, illetve mikor készítettétek el. De most pedig azt gondoltuk ki Eszterrel, hogy hogyan is csináljuk meg? Egy szivárványos zebra tortát fogunk megcsinálni ennek a tésztának a segítségével. Úgyhogy a felét be fogjuk színezni hát ételfestékkel, a másikat pedig kakaóval. Az alaptésztához 2 bögre lisztet használunk, 1 bögre cukrot, 2 tojást, 3/4 bögre tejet és 6 deka margarint. Először a tojásokkal összekeverjük a cukrot, ezt habosra fogjuk verni, addig, amíg egy kicsit meg nem világosul a tojás a cukorral. Na, készen vagyunk a tésztával, és kezdjük meg akkor a színezéseket. Én csinálom a kakaóporosat, te meg akkor a szín... Akkor én megcsinálom a pirosat. Jó, oké. A rózsaszínt. Meglátjuk, milyenre csinálod, attól függ. Ízlés szerinti kakaóport teszek bele, nem teszem bele az egészet, szerintem ez olyan 3 evőkanálnyi. Megnézem, hogy ez mennyire színezi meg az 1/3 tésztát. És akkor ebben megy meg piros, te színezik. Hogyha sötétebbre szeretnétek, akkor lehet, hogy még egy pici tejet érdemes utána tölteni, hogy ugyanolyan folyós maradjon a tészta, mint előtte volt. Ebben ment egy kevés piros ételszínezék. Hát, ez most jól megszínezte. Legalábbis itt felül. Na nem, nagyon szép lett. Rózsaszín lett. De nem rakok bele. És akkor most kanalazzuk bele, nem? És hogyan menjen? Na, ezt te dönts el. Tehát, hogy kakaós, vaníliás és rózsaszín. Jó, szerintem? Jó. Oké. Ezt a receptét egyébként bögrés üdi néven találtok meg a szakáskönyvben. Hogy érezted magad itt? Milyen nagyon volt elkészíteni ezt a receptet? Nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt. Egyszerűbb vagy nehezebb volt, mint otthon? Könnyebb. Jó segítség, igaz? Mert azért itt sok mindenre kell közben figyelni a felvételek miatt is, hogy szépen keverjük, nem? Meg mi volt, ami neked meglepő volt esetleg? Hát,
ezek a ugye a két kamerás felvételek úgy tűnt, mintha, de egyébként nem. Tehát... Nagyon szakértő, Eszter. Minden apró részletet megfigyelt. Egyébként ezt a fantasztikus ajándékot is tőle kaptam, és a hátuljára rá van írva, hogy 2875 leütéssel készült, és 575 szöggel, ez az az én inspirációm hashtages felirat. Szerintem fantasztikusan jó, hogyha nektek is tetszik, dobjatok egy lájkot. Ha pedig elkészítitek itt ezt a bökrésütőt, vagy bármi mást, amit a Gasztról csatornám inspirált, akkor feltétlenül hashtagjétek, mert főzni hashtaggel, illetve használhatjátok az én inspirációm hashtaget is, nagyon örülök neki. Iratkozzatok fel Gasztról csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok! Sziasztok! Szép kreatív napot!